A közéleti magazint látják, köszöntöm Önöket. Méteres magasságban tört be az iszapos, szemetes esővíz egy ozorai rokkannyugdíjas férfi otthonába. A bajt elmondása szerint a rossz csapadékvíz elvezetés okozza, valamint az, hogy a főút felújítása során 15-20 cm-rel megemelték az utcaszintet, így az azon zúduló esővíz is az ő telkére folyik be. A fiam töltötte fel, mert itt is annyira kimosta a hídnak a szél, itt a mázeső, hogy féltünk, hogy egyik fele lerúgik a hídnak. És ez csak az egyik probléma, talán a legkisebb. Az elmúlt időszak nagy esőzései óriási károkat okoztak a családnak. A dombról lezúduló nagy iszapos víztömeg összes hordalékával együtt a ház udvarába folyt be, és az ingatlanba is betört. A tulajdonos szerint ez a rossz vízelvezetésnek és az útfelújítás miatt megemelkedett útszintnek köszönhető. Bejött a víz, amikor elkezdett szakadni az eső, akkor 2 perc múlva bejött itt a víz, a gáderon belül, a gáderon csurdig volt vízzel. Itt valami oknál fogva nagyon sok iszabott fák, és ott valami oknál fogva ott egy helyen bement, átfúrt a gádert, és belül a konyha rész is, a boltéban van, ott az egész járólap. Az mind föl. Bugyogott, 3-4 óráig Marika itatta, törölgette, az mind fölrepette. De ha 5 perce tovább esik az eső, csak 5 perce, az egész házat elöntötte volna. És én mást untam meg, már nem, mert abban az időben még nem voltam beteges, megmondom őszintén, nekiálltam, csináltam, meg tudtam oldani kézét, de most már nem tudom. Meg az a probléma, a legnagyobb probléma az, hogy ha véletlenül nincs itt hol a Marika, vagy véletlenül nincs itt hol a gyerek, mert most a gyerekek azért maradtak itt hol, de őnekik is van külön életük, nem lehetnek állandóan itt. Ha jön egy ilyen nagy eső, vagy, de már ide jöjjön egy közepes szintű, de nem nagy eső, egy közepes szintű eső, hogy megyek én ott ki? Hulladjak itt be, magyarul? Már benger, hulladjak, mert amikor mentem ki, Marika, lesüllyedtem az iszabba, leesettek ellen, te kaptál meg a gyerek, te fogta hátul a gyerek, meg előre, úgy húztatok ki, nem így volt? Nekem az a lényeg, hogy nekem ide ne jöjjön be víz, mert ha nincsenek itthon a gyerekek, vagy nincs itthon a feleségem, magyarul veszélyben van az életem. Nem tudok kimenekülni. 150 kg, 160 kg ember vagyok, 90%-os mozgáskorlátozott vagyok, nagyon nehéz a járásom, csak segédeszközzel tudok járni. És az a probléma, ha bejön ide egy olyan ágyékikérő iszap meg víz, 2 percen belül tör befele, kifele sehogy se tudok menni, mert jön az iszap meg a víz. Az ablakon megint nem tudok kimenni, mert jön az iszap meg a víz. Csak hátul egyedül oda tudok a kerítésnél kimenni, ahol nem tudok én kimenni egyedül, nem tudom megoldani. Mert nem tudok fölmászni ebbe súlya, meg ebbe kilóba, meg ebbe a lába, meg ebbe a kopott gerince, meg ebbe a mozgássérülti dolga, a betegségem, mert nem tudom megoldani. És akkor kinek szóljak, ha véletlenül nincs itt a feleség, mondjuk el kell, hogy Isten, ő is bekerül a kórházba. Vagy bárhova el kell menjen, mert sose lehet tudni. Pont jön ez, és akkor én hogy fogok kimenni, akkor fulladjak itt benn? Palánkkal van eltorlaszolva az az átszakított kerítés, ahol sikerült kimenekülnie a családnak saját telkükről. És a feleségem itt is lehet látni, ide nézem még mindig. Itt elsüllyedtem, arra vége elsüllyedtem, ágyigig ért a víz. A feleségem ott fogott hátulul, tolt kifele, fiam meg húzott befele, kifele, bocsánat. És hogy húzott kifele, a gyereket majdnem berántottam, hogy a gyerek 60 kiló, én meg 150 kiló. Hát most azért fogott a gyerek, húzott, de azt nagy nehezen kimentem. És hogy kimentem, ott kinn látunk legalább 3-4 órát, mert nem tudtunk lejönni, meg visszajönni a házba. Akkor volt a legnagyobb eső, akkor a híd fölött folyott az eső, akkor az árok fölött folyott az eső. Amire le tudtunk oda lemenni a sarokba, a kerítés mögé, akkor már egy kicsit csendesedett. A rokkan családfő azt mondja, hogy a legutóbbi útfelújításnál közel 15-20 cm-rel emelték meg az utcai burkolat szintjét, ezért az útról is az ő telkébe folyik be a víz. A vízelvezető árkok sem megfelelőek, hiszen nem elég nagy az áteresz. A hordalékok felfogására szolgáló rács sem elég sűrű, így minden átmegy rajta. Méteres magasságba megy be az iszap, a víz, a fatörmelék, az OSB-lap, a hungarocell, a konzerves dobozok az udvarba, sőt, néha még állati tetemeket is találnak a házuk előtti árokban. A víz alámossa a járdát is, az is berogyhat hamarosan. Azt mondja, olyan árok kéne eléjük is, mint amilyen a falu többi részén van. Ide viszont már nem jutott el a fejlesztéssel az önkormányzat. Minimum az árkot csinálják meg, mert ha lenne egy olyan árok, mint lefele, innentől a második szomszéd meg végig lepelegy, ez a kockás,
3x4-es, akkor nem tudnának az ágak megakadni, nem tudna a fa megakadni, nem tudna a vízbe jönni, nem, stb., mert ott el tudna menni. Én annyit kértem csak a polgármester, megint azt mondom, nem haragszok én a polgármester asszonyra, tisztelem, becsülöm őtet, nincs vele semmi problémám, csak annyit, de én mondtam neki, hogy nekem muszáj lesz lépni ennek a dolognak a véget, mert sajnos most már a betegségem 2 év annyira megromlott, hogy nekem muszáj lesz lépni, mert ha ne adj Isten, egy olyan katasztrofális helyzet van megint, ami jön, én innen nem tudok kimenekülni. És nagyon szépen megkérem a polgármester asszonyt is, hogy részemre legyenek szívesek biztosítani egy olyan dolgot ebben kapcsolatban, hogy ne folyjon be víz, hogy segítsenek megcsinálni az utat, hidat, azt a rácsot, mindegy, találjanak ki egy olyan dolgot, ami nekem megfelel, és úgy ne jöjjön be víz. Azt, ami ne veszélyeztesse magyarul az életemet. A férfi már többször megkereste a polgármestert a problémával, de azt mondja, semmi eredménye. Mi is próbáltuk az eset miatt megkeresni a település vezetőjét, ő viszont nem állt szóba velünk. Egy munkatársával azt üzente, hogy a rengeteg teendője mellett nem tud stábunkra időt szakítani. 63 speciális járművet adott át az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. 2 Európai Uniós projekt keretében erdőtüzes gyorsbeavatkozó logisztikai, árvíz és lakosságvédelmi, valamint vezetési irányítási gépjárművek kerültek új gazdához. A gépkocsi parkból 3 Tolna megye védekezését szolgálja majd a jövőben. Ez a 3 gépjármű segíti a jövőben a Tolna megyei katasztrófavédelem és a Bálteszéki önkéntes tűzoltó parancsnokság tevékenységét. Az átadó ünnepségen Balázs Gábor parancsnok arról beszélt, az elmúlt 6 esztendőben a megye védelmét szolgáló technikai bázis jelentősen megújult. Én ünnepnek is neveztem ezt a mai napot, hogy ismét gazdagodott Tolna megye, és ismét a Tolna megyei lakosoknak a biztonsága nőtt. 5-6 éven keresztül olyan támogatást kapott Magyarország kormányától, a belügyminisztérium keresztül a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, ami én azt gondolom az elmúlt 20 esztendőben nem volt tapasztalva, nem volt látható, és ezt nem én mondom, hanem ezt volt tűzoltó parancsnokok, volt megyei parancsnokok mondatják velem, de ezt én büszkén fogadom. Tolna megyébe érkezett 2016-ban Dombovára egy magasból mentőszer, egy létraszer, vadonatúj. Érkezett a 108 magyar gyártású Rábahérosz gépjárműfecskendőből 3 darab, minden hivatásos egységnél ez szolgál. És hát most megérkeztek azok a gépjárműtechnikai eszközök, amelyek hiánypótlóak, hiszen Szekszárdon mindenki tudja, hogy a szurdikok megközelítése, egy ottani káreseménynek a gyors helyszínre érkezése, az nem volt egyszerű számunkra. Ezzel a Volkswagen Amarok típusú gépjárművel, erdőtüzes gépjármű a hivatalos neve egyébként, ezzel ez megoldódik. Egy fél rajt, tehát 1+3 főt kényelmesen tud szállítani, és a teljes málhát egy magas nyomású fecskendővel tudja a helyszínre juttatni, amely a kezdeti, de nem kicsit, tehát ne arra gondoljunk, de a kezdeti tüzeknek az oltására kiváló, hiszen magas nyomással vizet porlasztva tényleg még azért a nagyobb tüzeket is képes önállóan felszámolni, bár úgy tervezzük, hogy ez egy másik gépjármű fecskendővel fog együtt vonulni. Tehát ez a gépjármű számomra különleges élményt jelent az, hogy egy olyan hiánypótló gépjármű is érkezett, amely a katasztrófavédelmi műveleteknek a magasabb kiszolgálását teszi lehetővé. Ez a megyei műveleti szolgálatnak a gépjárművelet, amelynek elsődleges célja a magasabb szintű beavatkozásoknak a biztosítása, tehát 3-as vagy a fölötti tűzeseteknek, műszaki mentéseknek az irányítása, mindenféle technikai eszközzel, az okos eszközöktől kezdve a hagyományos, mondjuk tűzoltó készülékig minden megtalálható benne, de itt is a lényeg a gyors, biztonságos helyszínre jutásnak a biztosítása, és talán ami a másik legfontosabb, az események utáni helyszínelési feladatoknak, a kárhelyszínnek, a tűzvizsgálatának a lefolytatása és annak eredményeinek beépítése majd a megelőző tűzvédelembe, ez nagyon-nagyon fontos. Talán azzal kellett volna kezdenem, hogy mekkora eredmény az, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Belügyminisztérium pályázatából évek óta folyamatosan fejleszt és támogatja mind az önkéntes tűzoltó egyesületeket, mind pedig az önkéntes mentőszervezeteket. Tolna megyében is az önkéntes mentőszervezet támogatása most már olyan méreteket ölt, hogy majd 20 milliós gépjárműtechnikai eszköz felszerelés érkezik a megyébe. Amit mögöttem látunk, ezek az eszközök
Ma a bátaszéki székhelyű Cikádor mentőszervezet részére került átadásra. Ez egy Volkswagen Amarok hivatalosan logisztikai gépjármű. Azt jelenti, hogy a KEHOP polgári védelmi mechanizmusának projektjéből valósult meg, és alapvetően ár- és belvízvédekezési, a helyszíni káresemények felszámolási feladatai támogató eszköz, amelyben ugyancsak informatikai eszközök, távközlési eszközök és olyan málha egységek vannak, amelyek a kint helyszínen dolgozó kárfelszámoló előtt támogatását és összekötetését hivatottak biztosítani. A gépjárműveket a megyei ünnepséget megelőzően Kandát Károly miniszterhelyettes és Gara Zoltán katasztrófavédelmi főigazgató adta át. A Tolna megyei három gépjármű része annak a flottának, mely 63 speciális gépkocsiból áll, melyek megkönnyítik az önkéntes és hivatásos egységek munkáját. A bátaszéki önkéntes tűzoltó szervezet vezetője azt mondja, nagy segítség a védekezésben a most kapott autó. Mindenféleképpen nagyon nagy segítség lesz ez a gépjármű, mind technikai tudásában, mind felszereltségében abban, hogy akár egy nehezen megközelíthető kárhelyre a kollégák ne gyalogosan közelítsék meg, amit van egy korszerű autó, és nehéz is egyébként erre szavakat találni. Tekintsük ezt egy születésnapi ajándéknak, hiszen idén 150 éves a tűzoltóság, és én azt gondolom, hogy az, hogy ez a gépjármű ez bátaszékre kerülhetett, ez talán a legnagyobb születésnapi ajándék nekünk. Az zéró tolerancia eltörlését szorgalmazza a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke. Légli Otto szerint az alkoholfogyasztás teljes tiltása a sofőrök számára súlyos károkat okoz a kultúrált alkoholfogyasztást népszerűsítő borászoknak. A témában egyébként a borász szakmában sincs teljes egyetértés. Az orvos szakértő szerint viszont az alkoholfogyasztás jelentős mértékben lassítja a reakcióidőt, egy szóval veszélyes. Magyarországon annak, aki közúti forgalomban vesz részt, egyáltalán nem szabad alkoholt fogyasztania. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke szerint viszont érdemes lenne felülvizsgálni a zéró tolerancia elvét. Légli Otto azt mondja, hogy a hazai borászati ágazatnak, főleg vidéken, ahol a tömegközlekedés nem olyan kiterjedt, mint a fővárosban, komoly károkat okoz, hogy egy pohár fogyasztása után már nem lehet vezetni. Mészáros Pál borász egyetért ezzel, és úgy véli, el kellene törölni a zéró toleranciát. Nagyon kéne enyhíteni ezen a szigorú rendszeren, mert azokat, akik betartják, és hát innának egy deci bort, azokat büntetik, és azokat kéne büntetni, akik többet isznak, és tényleg hát italosan ülnek a volán mellé, és úgy okoznak balesetet. Mert régen is volt aratópálinka, és fenték a kaszát, és nem voltak újtalan kaszások. Tehát nem vágták el a kezüket még egy fél deci pálinkától se. Tehát egy fél deci bort, ha engedélyeznének, az biztos, hogy inkább jobb közérzetet adna egy ebéd után, vagy vacsora után. Takler Ferenc borász azonban úgy véli, kedvezőbb adózással lehetne segíteni az ágazatot, nem egy olyan szabály enyhítésével, aminek a feloldása akár beláthatatlan következményekkel is járhat. Hát egyik szemem sír, másik nevet. Ha rám lenne bízva a dolog, dilemmába lennék, hogy a felelősségteljes gondolkodást kimeríti-e az élutorencia eltörlése. Tehát a magyar társadalom hozzászokott mindig, hogy a tiltott gyümölcs a legfinomabb. Ez egyébként egy rossz nevelési módszer, felnőtté kell válni a társadalomnak ahhoz, hogy valaki adott esetben megígyon két korty bort, vagy megkóstoljon egy mintát, és tovább álljon, és felelősségteljesen folytassa az útját, csak erre nincsen semmi garancia. Tehát én, mint borász, aki örülne ennek, ha eltörölnék, nem merem azt mondani, hogy igenis töröljék el, mert nem tudok számolni a következményekkel, és azt gondolom, hogy vannak sokkal fontosabb pontok ennél, amelyek a borkultúrát kirángatnák a kátyúból, inkább én azokkal foglalkoznék. Az alkohol egy sejtkárosítószer. A lebontásához oxigénre van szüksége a szervezetnek. Ezt az oxigént a normál sejtek működésétől vonja el, vagyis oxigénhiány alakul ki a szervezetben, amire az idegsejtek a legérzékenyebbek. Egy kevés alkohol fogyasztásával is megváltoznak az érzékeink, a szemlátótere beszűkül, a reakcióidő pedig megnő. A vezetés amúgy is egy összetett feladatsor, észlelés, döntéshozatal, vezetési technika. Az alkohol mindegyikben negatív hatást mutat, mondta a szakértő. A döntéshozatalt is meg kell hozni, a döntéshozatali idő megnyúlik az alkohol hatására, a hibás döntések száma megemelkedik,
és nem is úgy tudja a finom mozgásokkal korrigálni az ember. Szóval mind a három ponton, ami igazából szükséges a vezetéshez, mind a három ponton ez így károsodik az alkohol hatására. Ezzel ugye a baleset kockázat azért elég jelentősen megemelkedik. 10 testsúly kilogrammonként bomlik le 1 gram alkohol szint óránként, tehát egy teljesen egészséges 80 kilogrammos embernél 1 óra alatt 8 gram alkoholt bont le a szervezet. Egy korsó sörben közel 20 gram alkohol van, tehát azt egy ilyen testfelépítésű ember 2,5 óra alatt bontja le. A 0,3-0,4 közötti véralkohol szint is megduplázza a baleseti kockázatot. Ez csak a szekszárdi járásbíróságnak az illetékességi területete. A szekszárdi törvényszék szóvivője azt mondja, a bírósági statisztikák szerint komoly gondot jelentenek az alkoholt fogyasztó sofőrök. Súlyos vagy halálos sérüléssel járó balesetet 9 alkalommal okoztak csak a szekszárdi járás területén. Emellett pedig több száz bírósági ügy indult enyhe sérülésekkel járó részeg sofőrök miatt. A szekszárdi járásbíróságon 2014 és 2020 első fél éve között összesen 646 darab ittas járművezetéses bűncselekmény került elbírálásra. Ezek azok a bűncselekmények, amelyek úgy zajlottak, hogy vagy igazoltatással értek véget baleset nélkül, vagy pedig anyagi káros baleset történt, esetleg könnyű személyi sérüléssel járó baleset történt. Az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács azt javasolja, hogy 2020-ban vezessék be a zéró toleranciát az unió teljes területén. Az ittas vezetés szabályozása ugyanis jelenleg országonként eltér. A folytatásban is borral megyünk tovább, egészen pontosan Fröccsel. Nem volt hiába való a dunakömlődi borbarátok 5 évvel ezelőtt kezdeményezett helyi turisztikai és gasztronómiai programja, amely a Paks és Dunakömlőd közötti egyedinek mondható, sokak által még mindig nem ismert természeti szépségeket mutatja meg egy 10 kilométeres gyalogtúra során. A barangolás közben több vendégfogadó helyre érkezik a megfáradt turista, amelyek mindegyikén a legjobb borok és a tájra jellemző ételspecialitások várják őket. Kevesen gondolnák, a helyismerettel nem rendelkezők, hogy Paks és Dunakömlőd között a természetben felelhető 5 kilométer mennyi érdekességet vonultat fel, amit legalább egyszer látni kell. Amiért érdemes gyalogolni, ami anélkül, hogy bárhova is elutaznánk messzire, költségkímélő módon képes kimozdatni a hétköznapok vagy éppen a hétvégék egyhangúságából az embert. Éppen 5 éve fogtak össze eme nemes cél érdekében a Dimbes-Dombosan is feletté változatos terep ismerői, a Kömlődi borbarátok, akiknek csinos kis tanyáik birtokait felvonultatja ez a szüllészkedésre borászkodása is feletté alkalmas vidék. Elindították hát az úgynevezett fröccstúrákat, ami jóval több volt annál, hogy a cirka 10 kilométer megtétele közben és a túra végén jó borokat fogyasszanak a pörköltek és egyéb étkek mellé. Igenis, itt gyakorlatilag Pakstól 5 kilométerre itt vannak csodák. Akár a táj csodája, akár a borok csodája, akár a gasztronómiának a csodája, és ezt próbáljuk mi egy kovásszá ötvözni, egybegyúrni, és ez adott a 9 kilométeres túra alatt bemutatni itt a résztvevőknek, a lakosságnak, paksiaknak, dunakömlődieknek, de most már hála Isten olyan híre van a túrának, hogy érkeznek hozzánk Tatabányáról, érkeznek hozzánk Budapestről, Kistarcsáról, Kecskemétről, sőt Oroszországból, illetve Finnországból is jönnek most már résztvevők. 8 állomást járt be 6-7 óra leforgása alatt 100-nál is több résztvevő. Kiinduló pont a Kömlődi faluház volt, onnét bizonyos időközönként indították útra a kisebb-nagyobb csoportokat. A második állomás a térség idegenforgalmi vonzerővel bíró nevezetésége, a Luszónium emlékhelye erődítményének maradványai voltak, elérve a tengerszint feletti 102 méteres magasságot, és az ezt követő lejtmenetben, majd újra hegymenetek végén felbukkant egy-egy állomás, éppen a legjobbkor, amikor már a gyalogos és a 35 fokos hőség együttes terhelésének hatására az edzettebb turista is azonnal árnyékot, no és hűsítő rozékat keresett, és persze kapott is. Két dolgot kíván a férfi, a második a jó bor, ha már vénül fölcseréli, az elsőt csak ókor.
Igen, a bor és a gasztronómia kínálata mellett a helyi irodalom már kötetet is jegyző képviselő is jelen volt az egyik állomáson, ahogy az a komolyabb bortúrákhoz illik. Kanyarog olykor elágazik, a tisztások, gyümölcsös kertek, erdei ösvények övezte meglehetősen változatos teret. De a jól látható és gyakori jelzéseknek köszönhetően nehéz eltévedni. A túra közepén panorámás kilátás nyílik az atomerőműre, majd a Dunára való kilátás ad élményt. Egy Budapestről érkező vidéki házaspár férfi tagját elragadta a nosztalgia az eddig látottak alapján is. Egy kicsit visszanyúlva a gyerekkoromra, meg a nagyszülői házhoz, egy kicsit betekintést kaptam abba, hogy milyen volt annak idején, amikor fiatalként, kisgyerekként a nagyszülőkkel jártuk a vidéket, és szőlőbe mentünk metszeni, onnan haza kellett sétálni, és az a közösség, ami ott is megvolt, és itt is megtalálható, az szerintem nem ad vissza semmilyen fajta egyéb más olyan ömlesztett turisztikai értéknek megfeleltethető értéket, mint ami itt van. Minden állomás igyekezett az előzőekhez képest valami mást, kicsit újat adni, mint az előző. A sípája és környékének zöldbe borult dombsága alpesi tájat idézett egyenesen. Különösen, amikor az itteni gazda átvonultatta a tájba nagyon illő marhacsordát. A borinyencek több állomáson is keresik a valamikor híres paksi sillert, ami az elmúlt évtizedekben csak nem kiveszett a kínálatból. Éppen ezért az eredeti, az igazi hiányzik, és emiatt vannak, akik hamisítják. Nos, itt a kuriózumot mutatják meg a gazdák, az eredetit, és beavatják a kulisszák mögé a siller készítése iránt érdeklődőket. Született szőlőket lebogyózzuk, néhány órát hagyjuk állni a kádon, leválasztjuk a levét a szőlőnek, és utána fehér borként kezeljük ezt a mustot, és ebből egy ilyen nagyon könnyű, nagyon jól fogyasztható bor készül. Más, mint a rozé, más, mint a vörös borok. Szép rubin színű világos bor. Alkoholtartalma is jó, ha nem magas, tehát körülbelül, mint a rozéjé, egy olyan 11-11,5 alkoholszázalékos bor, ami egy könnyen iható, jól fogyasztató, könnyű bor. A túra vége felé egy régebben már Magyarországon élő finn férfit kérdeztünk a tapasztalatairól, aki az interneten lelt rá erre a szabadidős programra. Fröccs túra, ez a Marton napi is voltunk, ezek nagyon jó dolgok. Ez itt olyan sokat lehet szetálni, ez friss levegőt kapni, finom fröccsöt, finom kaját, ezt kell nyomni. Ez finom kaja, ez biztos lehet eladni. A friss túra végállomása természetesen a kömlődi pincesor volt, ahol a bor és a gasztronómia csúcsra járatásával, marhapörkölt és a híres kömlődi halászlé prezentálásával, este magyaros tanyabulis hangulattal zárult kömlődés paks határán már most is túlmutató rendezvény. A szakképzésben ma már alapvetés, hogy szakmát szerezni csak iskolában lehet. Kevesen tudják például, hogy két szakmát ingyen tanulhat mindenki. Még kevesebben, hogy erre akár egyéni tanrendben munka mellett is lehetőség lesz szeptembertől. Mindenről Dömötör Csaba, a Tolna megyei Szakképzési Centrum kancellárja beszélt egy korábbi adásunkban, amelyet most megismétlünk. Tehát ezt azt mondjuk, hogy tovább, és a kék plusz jelre kattintva tudunk egy új pótlapot kérni. Az adóbevallás megírásának lépéseit tanulták a Tolna megyei Szakképzési Centrumhoz tartozó Bezeréd István Technikum felnőtt oktatásában résztvevők még januárban. A felnőttek képzésének több formája van, de alapvető lényege, hogy két szakma, valamint egy szakképesítés megszerzésére ma ingyen van lehetőség. Az eddigi fogalmakkal ellentétesen ugye szakképesítésnek neveztük mindazt, ami tulajdonképpen most szakma, ami az OK-ban volt. Ugye a szakképesítés is egyet a két szakma mellé ingyen lehet a jövőben szerezni, de ez egy más fogalmat fog jelenteni, vagy egy más fogalmat jelent. Ez egy szűkebb területet ölel most fel a szakképesítés.
Ezek az akkreditált program akkreditációval rendelkező képzések lesznek, amit így tudunk majd adni. Tehát összességében 2 szakmát és 1 ilyen szakképesítést ingyenesen lehet megszerezni. A Tolna megyei szakképzési centrumban szinte valamennyi hazánkban oktatott szakma elsajátítására van lehetőség, de vannak olyanok, amiket kiemelten kezelnek. 174 alapszakma van most jelen pillanatban. Tulajdonképpen, ha nagyon meggondolom, szinte mindegyiket tudjuk oktatni, képezni szeptembertől is, hiszen ezek egy része korábbi szakmák összevonásával jött létre, kibővítésével jött létre, ahogy a gazdaság igényei kívánták. Ezekre felkészültek vagyunk, ezeket tudjuk oktatni. Ami nálunk kiemelt terület megyei szinten, illetve szekszárdi szinten egyaránt, ez a kereskedelem, az idegenforgalom, turisztika, vendéglátás, a műszaki szakterületek, ide tartozik a gépészet, speciális járműgyártás, de itt kell felsoroljam azokat a képzéseket, ami az informatikához vagy közgazdaságtanhoz csatlakoznak, illetve akár még olyan speciális dolgokat, mint a rendészet, vagy akár a honvéd kadét képzésünk is, ami itt is meg fog jelenni és meg tud jelenni. És most jön az újdonság, a felnőttek képzése eddig csak nagyon kötött módon iskolai keretek közt tudott megvalósulni. Ezeket a kereteket tágítják most, amennyire persze lehetséges. Nagyon izgalmas, hogy a felnőtteknek a képzését hogyan lehet megoldani. Ugye az ifjúsági képzés az egy szegmens, egy nagyon jelentős, meghatározó szegmens természetes módon. A felnőttek képzése egy nagyon izgalmas dolog. Ugyanis a felnőttek, amikor iskolába jönnek, akkor eddig ugye egy vagy két éves képzésben tudtak részt venni egy nagyon kötött munkarendben. Most szeptembertől már egyéni képzési rendeket tudunk kialakítani. A korábbi képzési időnek akár a 40%-áig le tudjuk csökkenteni a képzési időtartamot. Figyelembe véve azt, hogy milyen előzetes tudása van a képzésben jelentkezőnek, ezt be tudjuk számítani. És így tulajdonképpen egy felnőtt képzési jogviszony keretében, iskolai rendben, de egy speciális felnőtt képzési jogviszony keretében tudjuk ezeket a képzéseket végezni. Annyira nem tudunk egyedileg lenni, hogyha 15-20 ilyen jelentkezőnk van, akkor mindenkivel teljesen egyedileg dolgozunk. Azt viszont mindenképpen meg tudjuk csinálni, hogy azt mondjuk, hogy kijelölünk akár a nappali rendben olyan kontaktórákat, amikor, hogyha ideje lehetősége engedi, bejöjjön, oda beülhessen. Tudunk neki távoktatásba, digitális munkarendbe tananyagokat kijelölni, és azt tudjuk lehetővé tenni, hogy konzultációs időpontokban rendelkezésre állunk, illetve miután ugye maga a képzés gyakorlatorientált, teljes mértékben gyakorlatorientált, ezért azt is tudjuk vállalni, hogy azokat a kiegészítéseket tesszük meg az ő tudásához mérten, amire neki van szüksége. Így akár az is elképzelhető, hogy előzetes tudása alapján valaki a korábbihoz képest fele annyi idő alatt szerezhet szakmát. Az lenne a cél, hogy akár a saját vállalati körülményei között is tudjuk ezt a képzést csinálni, meg tudjuk ezt is oldani. Az lenne a cél, hogy minél kevesebb időt vegyünk el abból a hasznosuló időtartamból, amit egy cégnél, főleg egy kis vállalkozás, vagy egy mikrovállalkozás esetében, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Ebből a hasznos időből keveset vegyünk el, ezért távoktatási programokkal dolgozunk, próbálunk, alakítjuk ki, és alakítunk ki természetesen olyan egyéni tanrendeket, amik ezt szolgálják. Itt alapjában véve azért ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogyha valaki munkában van, és valamilyen módon, autodidakta módon, de korábban már szerzett tudást, és ezt szeretném most formalizálni is, azaz papírt szerezni róla, akkor most ennek a lehetőségét tudjuk megadni, hiszen a saját cégénél, vagy abban a cégben, ahol ő alkalmazott, tudja mindezt a gyakorlatot teljesíteni, és amikor a gyakorlatot teljesítette, mi ahhoz teszünk kiegészítéseket. Tehát tulajdonképpen így tudunk mi nagyon rugalmasak lenni minden irányba. A Tolna megyei szakképzési centrumnál szeptembertől indulnak ezek az egyéni képzések, amikre egyébként évközben is lehet jelentkezni bármikor. A Közéleti Magazint látták, köszönöm szíves figyelmüket, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!